a minden tudó kalap. Volt nagyapónak egy sima szőrű, magas tetejű, fekete kalapja. Sokszor meséltek arról. Azt mondták, hogy aki azt a kalapot fejére teszi, minden tud. Lám, nagyapó is milyen okos, mindenhez ért. Tud olvasni az újságból, szépen szóló fűzfasípot farag, malmot csinál a papírosból, sőt azt is meg tudja mondani, hogy hányat mutat az óra. És mindez a sok tudomány, tudjátok-e, hol van? A nagy fekete kalapban. Sokszor szerette volna a fejére tenni Pista ezt a minden tudó kalapot, de soha sem adták oda. Azt mondták neki, hogy még nem tud eléggé vigyázni a drága kalapra, majd ha nagyobb lesz. Pista csodálkozva nézte a nagy fekete kalapot. Néha megesett, hogy a saját fejére álmodta, és ilyenkor annyi mindent tudott, hogy maga is bámult rajta. Házat, hajót épített könnyűszerrel, meg tudott számlálni egy zsák diót, sőt egyszer repülni is tudott a lappal, mint a madarak. Egy délután a díványon aludt a nagyapó. Olyan mélyen aludt, hogy arra sem ébredt föl, mikor Pista kinyitotta az ajtót. A minden tudó kalap a kisasztalon feketé lett, és egy széken ott voltak a nagyapó felső ruhái is. Pistának a szeme szikrázott törömében. Lábúj hegyen osont a kisasztalhoz, és a fejére nyomta a minden tudó kalapot. A kalap nagy volt, az egész feje beleszaladt. Legelőször is azt tapasztalta, hogy sötétség van a kalapban, és hogyha a kalap mindent tud is, azt az egyet nem tudja, hogyan kell a pista fülén megállni. Végre a tarkójára támasztotta a kalapot, és így az arca szabad lett. – No, lássuk hát, mit tudok? – kérdezte Pista. Fölvette egy újságot, és olvasni próbált, de nem tudott arról egyebet olvasni, mint amit maga kigondolt. – Bizonyosan rossz az újság – szólt a gyerek. – Nem jól van szerkesztve megpróbálta a kártyákat. Tud-e belőle magas tornyot építeni? Az sem sikerült. Rossz kártyák, szólt bosszankodva. Nagyapó sokszor mondta úgy kártyázás után, hogy rossz kártyák is vannak a világon. Próbáljunk hát repülni. Megfogta a kezével a kalap szélét, s a két lábát emelgette. Persze nem tudott repülni egy arasznyit sem. Pista ekkor gondolkodóba esett. Hol lehet a hiba? Most már látom, úgy mond, hogy a kalap egymagában nem elég. Bizonyosan a többi ruha is kell, hogy mindent tudjon az ember. Lassan, óvatosan magára vette a nagyapó kabátját, azután felhúzta a cipőjét, és hogy a siker teljes legyen, a görbe végű botot is a kezébe vette. No, hát most legelőször is repüljünk, mint aludak. Hogy bámul majd a nagyapó, ha fölötte fogok röpködni? Neki a repülésnek, mint a ludak szoktak, de ekkor jött csak a váratlan. A helyet, hogy felrepülhetett volna, megbotlott a nagy cipőkben, és úgy elvágódott, hogy még a tenyerét is oda csapta a padlóhoz. A kalap ropogva gurult el a szobában. A bot nagyot csattant a padlón, és a cipők is leestek a lábáról. Nagyapó fölébredt. Mit csinálsz, Pistika? kérdezte a hasonfekvő kis polgártól. Mindent akarok tudni, felelt sírós hangon. Hogyan akarsz te mindent tudni? Hát a minden tudó kalappal. Jaj, kis barátom, szólt nevetve a nagyapó. A kalap csak akkor minden tudó, mikor az én fejemen van.